Sziasztok srácok! Ugye a mai nap folyamán kellett volna jönni egy frissítésnek, de mivel múlt héten indult el a Season 8, így ezen a héten nincs frissítés, ugye csak jövő hét kedden lesz, vagyis csak 28-án. Viszont ami meglepő, ma nem jött frissítés, de akkor is kaptunk új tárgyat a mai nap folyamán, újabb szavazati jogokat, illetve most jönnek majd csak a szülinapi challenge-ek. Illetve arról nem is beszélve, hogy tegnap kaptunk egy újabb crossovert, amiről eddig nem is tudtunk. Esetleg ha támogatni szeretnél, ezt megteheted a Super Creator Code beírásával, ami nem más, mint Ghostin Rider, ezt az Item Shop jobb alsó sarkában meg is teheted. Nagyon szépen köszönöm a támogatásod. Tegnap ki is leakelték, ma már be is került az Item Shopba a vadonatúj Fortnite crossover, a Balenciaga, ugye ez egy ruha márka, igazából összedolgozott ugye az Epic Games-el, így hát lehet tőlük kapni Fortnite-os ruházatot, cserébe pedig Fortnite-os skineket kaptunk. Valamikor később pedig tudunk majd szerezni két ingyenes graffitit, két challenge-et kell hozzá megcsinálni, de egyelőre ezek a challenge-ek még nincsenek bent a játékban. A mai nap folyamán bekerült egy újabb tárgy, a páncélozott fal. Ugye eddig is tudtuk, hogy jönni fog, de most már ma megtalálható floor lootban, illetve supply dropokban. Egy elég erős bitang tárgyról van szó, lényegében ha lerakunk egy falat, rárakjuk ezt a tárgyat, akkor egy páncélozott falat kapunk, amit szinte alig lehet átlőni, viszont annyi a hátránya, hogy nem lehet editelni. Viszont arra tökéletes, hogy ugye beboxoljuk magunkat, hilleljünk benne, vagy esetleg revive-oljuk az egyik csapattársunkat. A szólóban használjuk, egy játékos szinte szét se tudja lőni ezeket a falakat. Squadban ugye más a helyzet, ugye ott turnak négyen, ott más a helyzet, viszont tényleg nagyon-nagyon erős ez a fal, 2500 élete van. Úgy ahogy megszokhattuk, arénába nem került be ez a tárgy. De ha ez a páncélozott fal nem lenne elég, ismét egy választás elé állította az Epic Games a játékosokat, hogy melyik kerüljön vissza, a Shockwave Launcher vagy a Rift to Go. Ez ugyanúgy működik, mint a Tourette-nél volt, minden városban van egy ilyen kis automata, és ugye ott goldot lehet beledobálni, és ekkor tudunk választani, hogy melyik tárgy kerüljön vissza. Szóval ez majdnem olyan, mint az Unvaulting eventnél volt, csak ugye ez nem event, hanem egy sima automata megoldás. De amikor készítettem a videót, akkor érdekes módon mind a két tárgyat meg lehetett találni a játékban, úgyhogy ezt még gondolom nem javították ki, úgyhogy aki esetleg most játszik, az megtalálhatja a Rift to Go-t is, illetve a Shockwave Launcher-t is. És itt van srácok, a Fortnite Battle Royale 4. születésnapja. Nagyon gyorsan telik az idő srácok, már 4 éves a Fortnite Battle Royale. Ennek ünnepléseként 24-én kapunk majd challenge-eket, amivel ismét újabb szülinapi tárgyakat tudunk feloldani. Most a jutalmak között lesz egy emotikon, egy születésnapi backbling, illetve egy csákány. A challenge-eket egészen 28-áig meg tudjátok csinálni, szóval lesz rá 4 napotok. Most délután 3 órakor bekerült egy újabb NPC a játékban, a Wrath, akit Strongcode-ban tudtok megtalálni. Egy bug miatt jelenleg nem ad semmilyen küldetés, de gondolom 1-2 órán belül javítják, és majd innen kell felvenni a vadonatúj küldetéseket, ha persze szintet akartok lépni. Egyébként ez az NPC árulja az Exotic Revolvert is, aki esetleg szerette ezt a fegyvert. A kockáknak a története is folytatódik, ugye legutóbb ott tartottunk, hogy az arany Kevin kocka úgymond felerősítette a lila kockát, és most már megszülettek a kis Kevin kockák is. És ezek a kis Kevin kockák úgy követik a nagy Kevin kockát, mint a kiskacsák, szóval szépen sorban haladnak majd a sziget közepe felé. Az arany királynő kocka pedig szélsebesen halad Pleasant Park melletti Kevin kockához, hogy ugye azt is felturbozza, és az is szaporodjon majd, mint az előbbi Bellover Beach-es Kevin kocka. Szóval igazából egy hete tart ez a season, de már most rengeteg új tárgy jött be, illetve a kockák sem unatkoznak, folyamatosan haladnak a pályán. Szóval eddig ez a season elég pacekban van. Én viszont srácok mára mentem, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a mai rövid kis videómat, én Ghostin Rider voltam, sziasztok!